közelről. Harcművészetet tanít sérült fiataloknak a világbajnok kempómester Pécsett. Novotny Bence speciális edzésmódszerrel képezi tanítványait és készíti fel őket a versenyekre. A foglalkozások az intézményi ellátottak fejlesztését, önálló életre való felkészítését is segítik egy most induló program keretében. Körmöci Zsuzsa összeállítása. Portugál! Megedzünk a testünket és a lelkünket. Egy szilárd, nemesebb jellemzés. Így indul az edzés a Baranya Kempó Harcművészeti Sportegyesületben. A csoport tagjai vizsgára készülnek Novotny Bence kempómester vezetésével. Egyik láb egyik kéz, másik láb másik kéz. Szép hosszú zenkucudási, és megy a végzés. Tanultál így? Sok mindent. Lesz övvizsga, most leszek zöldüves. Az hányadik öt? Az fehér, citromsága, narancsága, zöld, negyedik. Az már a negyedik öved lesz. És már nagyon sok érmet szereztem. Most sérült fiatalok edzenek. Mennyire speciális az ő edzésük a hagyományos kempóhoz képest? Természetesen teljesen más metódusokat igényel, más a fizikális terhelés is, és a mozgásformák is küzdelmi és kontakt nélküliek, viszont annál több olyan gyakorlatot alkalmazunk, ami a térbeli orientációt, koordinációt, jobban a differenciálást fejleszti. Ezek alapban az embukán kempóban benne levő forma gyakorlatok, ezt egészítjük ki eszközhasználatos fegyveres orgyakorlatokkal, amiket szintén tartalmaz az embukán kempó technikai repertoárja. A célja minél több összetett mozgással, ellentétes végtag használatú tornával a mentális fejlesztés, vagy szinten tartása, romlás, leépülés, lassítása. Emellett a fizikális egészség javítás valamilyen szinten. Nem egy egységes állapotról beszélünk, van, akinek súlyosabb a mozgáskoordinációs problémája, van, akinek mentális állapotban is eltérés van. Csoporton belül azért személyre szabottan törődök mindenkivel. Milyen versenyeket tudnak elindulni, hol tudják megmutatni a tudásukat? Most két megméretetés is vár rájuk. Az egyik az övvizsga, amihez most a forma gyakorlatot gyakorolják. Ezek különböző állástechnikák, ahol nekik nagyon fontos az, hogy az egyensúlyokat megtalálják, és ugyanúgy a térbeli orientációban elől-hátul helyezzék el a súlypontjukat. Emellett védéstechnikákat, ütés-sugástechnikákat és forma gyakorlatot mutatják be. Emellett az erőlétről is tesznek egy tanúbizonyságot, hogy megfelelő kondícióval, erővel bírnak az az újabb fokozat eléréséhez. Lesz még egy verseny, ez a gyerekországos bajnokság itt Pécset, ahol szintén a forma gyakorlatnak egy részét be fogják mutatni, mint versenyszám. Emellett rendszeresen járunk fel Budapestre, a Hansi Kupa nevű versenyre, ami az egyik legnagyobb verseny az embukán kempó szervezetnek. Ez egy nemzetközi nyílt verseny, tehát nem csak kempósok vannak rajta, hanem más stílusok, küzdősportolók is eljönnek megméretni magukat a világ minden tájáról. És ott is fellépnek bemutató szerepléssel. A sport az önálló életre való felkészülésben is segíti a fiatalokat, mondja Kelemen Kitti programvezető. Együtt a minőségi életér program. Gyakorlatilag ebben a következő 4 hónapban azt fogják az értelmi sérült fiatalok és a pszichoszociális fogyatékossággal élők megtapasztalni, hogy milyen sok szabadidős tevékenység és sporttevékenységet tudnak kipróbálni. Párhuzamosan kínálunk fel havonta közel 30 olyan programot, amelyeken részt vehetnek. Mind a két célcsoport számára nagyon fontos az önálló életre való nevelés. Azt szeretnénk a résztvevőkben megerősíteni, hogy nagyon-nagyon fontos a szabadidő helyes eltöltése. Egyébként nagyon fontos egy csapathoz tartozni, és rendkívül fontos a mozgás, hogy ez az ő állapotokban elengedhetetlen. Ez a cél, ez minden edzésen adott, az, hogy ő nekik adni egy olyan plusz többlet tartalmat az életből, ami egyébként nem elérhető, mert egyrészt képességükből adódóak nehezebben sajátítanak el ilyen tudást, másrészt kevesebb olyan hely van, ami tudja őket fogadni és tanítani. Tehát így kevesebb szelet jut nekik az életből, ez egy szelet. Én úgy látom, hogy nem nekik kell integrálódniuk, hanem nekünk a világnak kell őket tudni fogadni és kezelni.